200 év temetkezése, úgy nagyjából 1050 és 1240 között tatárjárásig tart egy árpádkori temető, és több ezer ember ennek a maradványai, és ugye hát 200 év alatt össze-vissza vagdosták egymást, hiszen ugye 40-50 év után már ki tudja, jól temetkeztek, és itt a bazilika környékén kialakulnak ezek a szendvicsek, lehet látni a metszetfalban, hogy egymás fölött akár 8 magasságban is vannak a temetkezések, illetve hát vágják egymást, tehát félreértés ne essék, itt nem bedarálták ezeket az embereket, csak a évtizedekkel később ráástak ugye más irányítással, és akkor így azokat a maradványokat szépen behelyezték a koporsónak a sarkába, amit találtak a korábbi emberekből. Annyit tudok ugye régészként, hogy jóval kevesebb gyermek halottat találok a 11-12. Században, mint a 13. után. Hát nyilván itt a éghajlati és élelmezési és egyéb ügyek lehetnek. Itt viszont éppen van egy kis magzat valószínűleg a anyunak a hasába, és itt valószínűleg egy szülés közben történt dolog lehetett, vagy legalábbis azt nem sokkal megelőzően. A településre azt kell tudni, hogy egészen 2011-ig nem is tudtuk, hogy létezik, és 2011-ben történtek itt a nemzetközi pályázatok kapcsán feltárások, aminek következtében a Dunatiszaközi homokhátságnak az egykori központja, mondhatjuk azt, hogy a korabeli Kecskemét, vagy legalábbis annak a mai funkciónak megfelelő ugye nagyváros és ipari és gazdasági és kulturális központ, hát a 12.-13. században itt volt. Hát egy 2 km x 1 km hatalmas nagy központi kereskedelmi település volt. A kereskedelmet azért hangsúlyozom annyira, mert annyi mérleg súlyt találtunk, ami 4-szer annyi, mint amennyi eddig a Kárpát-medencéből ismert összesen. Mit csináltok? Régészkedtek? Találtunk csontokat a föld alatt, ott. És azt mondták, hogy ott még nincs csont. Ott már nincs csont, és találtunk egy ilyen pici csontot ott, és több csontot is találtunk itt a földön. Úristen! Alsó a földön. Alsó monostor, meg felső monostor, így hívják a külterületet. Tehát mindenki tudta, hogy itt volt valami, csak senki nem tudta, hogy ekkora duranás. És ez mikor derült ki? Hány évvel ezelőtt kezdett el egyszer csak összeállni, hogy itt van egy ekkora hatalmas település Bugac mellett? Lacinak a mániája volt, hogy kezdjék el túrni a polgármesternek, és 10 éve azt hiszem. 10 éve körülbelül. Uh-huh. Tehát 20 évvel ezelőtt itt senki nem tudta, hogy tudni ekkora tudták, hogy van, csak település. Azt nem tudták, hogy ekkora leletanyag, meg ekkora település. Aha. És akkor egyszer csak jöttek az eredmények? Mindjárt a legelején. Tényleg? Megdöbbentő volt, hogy elkezdtek ásni, és mindenki rögött rajta, hogy még csak a bozótot írtják, és má most, csak mi lesz itt még, és be is váltotta. Hát jelenleg olyan 8-10 ezer árpádkori fémtárgy van csak erről a településről, és hát ezért is tudjuk azt, hogy mekkora volt nagyjából a kiterjedése. És ez volt a központja ennek a településnek? Ez volt a központja, a főtere az hát most az erdő alatt van, óriási mázlink van, hogy a mélyszántás, az erdő alatti mélyszántás nem ért el a főteret, és egy kövezett főtér van, rajta kocsinyomokkal, ezt azért tudjuk, mert belenyúltunk már néhány helyen, és hát félelmetes, egy 13. századi, 12. századi főtér az Magyarországon azért nem általános, és az épségben ott van az erdő alatt, illetve a főtéret szegélyező nagy épületek, nekem igazából ez a megdöbbentő, ilyen valószínűleg 2-3 emeletes, akárcsak Nyugat-Európában, hát nyilván miért is lett volna más. 800 évvel ezelőtt ez lényegében, ha nem azt mondom, hogy a világ központja, de hát Magyarország egy teljesen más helyzetben volt, ugye egy centrális szerepe volt a Magyar Királyságnak, és hát ez meg a Magyar Királyság közepe volt, itt ment el lényegében a Bizáncot és a Nyugat-Európát összekötő nagy út, amit ma ugye a M5-ös autópályának hívunk, de hát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe volt már abban az időben, és pont itt a település szélén ment el, és nem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak volt, amikor Magyarország tényleges nagyhatalom volt, hát olyan világpolitikai tényező nyugodtan mondhatjuk, amelyik a bizánci császár és a német-római császár között közvetített és oldott meg problémát. Hát gondoljuk el ma mondjuk az USA és a Kína közt feszülő problémákat, azt lényegében Magyarország oldaná meg, vagy Magyarország rendezné el. Tehát ezt úgy kell szemlélni, és ez egy hatalmas szerep volt, és ennek bizony megvoltak azok a szellemi, gazdasági, kulturális, minden egyéb következményei is, amiket most találunk itt meg, régészek nyilván töredékében. De azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy a korabeli források, a nyugati források, a németek, latin források, ezek azért leírják, hogy a magyar király az félelmetesen gazdag a 12-13. Század fordulóján. Tudjuk, hogy keresztes hadjáratot vezet, ugye Endre királyunk, ezt csak a legnagyobb királyok tehették meg.
Tehát tudjuk azt a források alapján is, hogy a Magyar Királyság az nagyon gazdag, viszont nagyon kevés régészeti eredmény volt eddig. De most az új technikai lehetőségekkel, kicsit új szemlélettel azt gondolom, hogy ezen változtatni kell mindenképpen. És lehet is változtatni, hát nekem 10 000 tárgy és közöttük unikális, tényleg csak a Metropolitan Múzeumban lévő tárgyegyüttesekhez hasonlítható tárgyak vannak a kezemben. Szíriai üvegpohár? Igen, és ez teljesen egyedülálló. Hát ez az. Igen. Würzburgban van egy ugyanilyen. És ő most hol van? Meg amik innen előkerültek, merre vannak? Kecskeméti Múzeumnak. Itt van az erkélye tartó. Kecskeméti Múzeumnak a székében. Arról is tudok majd küldeni neked. Nézd csak, ez 26 centi átmérőjű, ez az erkélye tartó, bocs, már forog. És Szentpéterhez tartó bibliai jelenetsorokat ábrázol. Pont itt a közelben, Szankon van egy olyan lelőhely, ahol 17 nő, 17 gyereknek van a legyilkolt embernek a váza, és akkor közöttük aranygyűrűk is van. Tehát látszott, hogy még kis rabolták őket igazából, ilyen kőkemény, óriási aranygyűrűk, vagy nem rendesen rabolták ki őket. Tehát látszik, hogy úgy valószínűleg itt egy ilyen központban, hát mondjuk azt, hogy bokáig gázoltak az aranyból a tatárok, nyilván azt elvitték, és lehet látni azt, hogy ilyen nagyon szép keresztveretek és biblia vereteket, azokat így lefeszegettek, és ilyen törés próbának tettek alá, vagy ilyen anyag próbának, és ami nem volt nemes fém, csak mit tudom, bronz, vagy réz, azt elhajították, hiába volt kívülről jó aranyozva. Igen. Tehát, hogy ezért maradt itt ennyi minden meg. És ugye ez egy ilyen pillanatkép a történelemnek. Tehát itt megállt az élet. Itt megmaradt a vízmosásban az a 7 kivégzett kisgyerek, amit eddig föltártunk, innen 150 méterre a település egyik valószínűleg udvarházának az vízesárkához tartozó részben, szépen kifektetve egymás mellett. Hát itt elég katasztrofális időket éltek itt 1241-42-ben. Két évvel ezelőtt mi nem is tudtuk, hogy vannak erődítések, tatárjáráskor erődítések, ma pedig kiderül, hogy végig az Alföldön minden templomot lényegében 2-3-as erődítéssel vesznek körbe, ami teljesen más irányát mutatja a tatárjárás a magyar ellenállásnak, hiszen kiderül az, hogy nagyon szervezett ellenállásról van szó, majdnem minden falut megerődítenek a lehetőségekhez képest. És ugye a mongolok azok saját maguk írják, hogy a legkeményebb hadjáratuk a magyar hadjárat volt, tehát itt óriási veszteségeket szenvedtek, nem csak a Muhi mezőn, hanem folyamatosan valószínűleg. Itt olyan partizán akciók is voltak, és olyan kiterjedt ellenállás, ami egy idő után a támadóknak is felőrölte az erejét. Tehát nem lehet, hogy egy vagy másfél évet maradnak csak itt, és utána kitakarodnak, és nem is jönnek 40 évig utána. És utána már nagyon el lesznek verve. Tehát ezt kevesen felejtik a második tatárjárásnál, hogy akkor azért megadtuk nekik. De az elsőnél is nagyon nagy veszteségeket szenvednek, csak ugye éppen ez valószínűleg hát második világháború, vagy akármelyik nagy háború, amikor minél jobb az ellenállás, annál nagyobb ugye a retorzió is, és a lényegében ez a nagyon komoly genocidiumhoz, ezen a vidéken, itt a Duna-Tisza közén és az egész Alföldön nagyjából ilyen 80-90%-os a veszteség. Dunántúlon és a felvidéken, meg Erdély egyes részein nem, de itt a síkvidéken ilyen 80-90%-os. Hát itt a kunok aztán visszajönnek 5 év múlva, és akkor így néznek széllyel, és semmit nem találnak, és ezért van az, hogy Szank, Bugac, Bodoglár, Tázlár, Orgovány itt a környéken, ezek mind kun néven élnek tovább, nem is tudjuk a korábbi nevüket. De viszont a leletek azok meg annyira sok információt hordoznak, és tök hitelesen mindent meg lehet mutatni, ami abban a korban volt, és ugye ez adja ennek a projektnek a nehézségét, hogy ha valaki idejön, akkor valahogy el kell vele képzeltetni azt a világot, ami itt fogadta volna a 13. század elején, és vagy a 12. század végén, és ezért épül majd egy ilyen nagy látogatóközpont, és ezekből a sok-sok információból a legmodernebb technológiák, ugye meséltem, hogy egy 3D-s vetítésekkel és különböző interaktív dolgokkal fogjuk a ide látogatóknak megmutatni és bemutatni hitelesen ezt a világot. Ez reményeink szerint jövő év végére meg fog valósulni, és meg fog nyitni a látogatóközpont. És ami még egy tök érdekes dolog, hogy van ennek a projektnek egy második üteme, amit szintén közösen találtunk az a legérdekesebb talán. A Szabolcsal, illetve Dobó Ágotával, aki a tanácsadónk, meg segítőnk a projektnek az elejétől kezdve. Vettünk még egy 3 hektáros területet, és ott szeretnénk megépíteni a kolostornak az 1:1-es makettjét, eredeti technológiákkal. És van ilyen egyébként Franciaországban, Gudlonban, illetve Ausztriában is van egy kisebb ilyen jó példa,
ahol Franciaországban egyébként a munkanélküliséget akarták felszámolni, turisztikai attrakció is egy kicsit, és egy ilyen régi kastélyt, egy ilyen várkastélyt elkezdtek hagyományos technológiával fölépíteni. Ott faragják a követ, hasítják a zsindejt, fonják a kötelet, és erre a példára a Műszaki Egyetem, illetve sok-sok szakemberrel kitaláltuk azt, hogy egy második ütembe itt megépítenénk a monostort, és részt lehet majd venni az építkezésbe, tehát rendesen kézzel megfoghatod, viheted a követ, és ez egy tök jó dolog, mert egy kicsit mindenki magáénak érzi majd ezt a dolgot. Koporsókat néztetek? Igen. És milyen volt? Jó. Jó volt? Tényleg? Igen. Jó van akkor. Miket hallottál? Milyen történeteket? Nem volt rém történet. Nem volt rém történet? Nem. Minden, csak ilyen életkorhoz. Megfelelő sztorik voltak. Sziasztok! Jönnek majd, ne aggódj, Marci. És kérdezhetek menet közben kamerával? Ide jövök erre az oldalra, hogy lesz az ember fogadhajtó világbajnok? Hát úgy sikerült. Úgy sikerült? Igen. De hogy kezd el az ember fogatot hajtani? Mi a családi sztori? Gondolom ez gyerekkorban már az ember érdeklődik, nem? Volt lova, a édesapámnak volt lova, aztán TS lovistálló lett, és akkor a lovat jobban szerettem, mint az iskolát. Az iskolába járást, és akkor utána úgy alakult a dolog, hogy elmentem egy TS-re dolgozni, és ott csináltunk egy 4-es fogatot. Én amikor megláttam ezt a rengeteg csontot, én megdöbbentem, amikor ilyen van. Amikor komplett emberi csontokat, és egyben, és akkor, az megdöbbentő volt, és az, hogy ez ennyi éven át így fennmaradt, hát mi 1100-ból, vagy mikorról? És hogy mennyire jók voltak a fogaik, ugye, hogy kiderült, igen, hogy nem szugasodtak a fogak, az is nagyon ügyes volt. Hát akkor még nem volt ennyi cukor. Mi a magas volt a kálcium tartalmuk a csontoknak, hogy ilyen jó állapotban fennmaradtak? Tehát egészségesen éltek az emberek akkor, igen, ezek szerint. 20-25 évig. Igen. Aztán meghaltak. Jó, hát addig mi is egészségesen éltünk 20-25 éves korunkig.